Szeretik a szép kártyát, 20%-kal több pénzt töltöttek rá, és 26%-kal többet használták. Volt is, meg nem is. A Zrínyiben nem volt tanítás reggel, máshol dolgoztak a pedagógusok. Akár milliós is lehet a kár, leégett egy pince kedden Nyíregyházán, a tulajdonos kórházba vitték, de már kiengedték. Töretlen a lépszerűsége a szép kártyának, ezt mutatják a számok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 20%-kal nőtt a szépkártya feltöltés, ám a költésnél ennél is dinamikusabb a növekedés. Az idei év első két hónapjában 10,4 milliárd forintot regisztráltak. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 26%-os növekedés. Jacuzzis pihenés, kikapcsolódás egy szállodában, vagy finom ételek egy étteremben. A testi-lelki feltöltődést nem muszáj készpénzzel fizetni, amennyiben a munkáltató biztosít szép kártyát. Az elmúlt egy évben többet töltöttek rá a cégek. A tavalyi évhez viszonyítva közel 20%-kal nőtt a szép kártyára feltöltött összegeknek az értéke, amely 11 milliárd forintot lehet meghatározni az első két hónapban, és ez már a költések alapján is 26%-kal több, mint a 2015-ös adat. Úgyhogy mi is azt várjuk, hogy a vidéken realizálódik a szépkártyának, a szépkártya költésnek a nagy része, ugyanis hát ezt tudjuk, hogy a Budapest, mint főváros egy olyan 10%-ot vesz le, a másik 90%, tehát a maradék 90%-ot pedig a vidéki éttermek, szállodák tudhatják magukéknak. Ebben a nyíregyházi hotelben egyre több vendég használ szép kártyát. A költések 2014-ről 2015-re 67%-kal nőttek meg itt. Bár sokan használják, a tapasztalat azt mutatja, többen nincsenek tisztában a kártya nyújtotta plusz lehetőségekkel. Kevesen tudják, vagy illetve nem használják azt a funkcióját, ami van több funkciója, amit nem használnak a vendégek, például azt a funkciót, hogy tudnak ezzel, mint egy bankkártyával akár előre is fizetni, tehát előre is le tudjuk húzni ezeket a szépkártyákat. Igaz, hogy a három bank által kibocsátott szépkártyáknak különböző szabályozásai vannak, és ezzel sincs tisztában minden vendég, hogy a saját bankja által kibocsátott szépkártya milyen egyéb funkciókat, vagy milyen egyéb lehetőségeket takar. A kártya bevezetésének célja az volt, hogy élénkítse a belföldi turizmust, az emberek többet üdüljenek, aktívan töltsék el szabad idejüket. Mostanra már 26.500 munkáltató, közel 1.300.000 dolgozója használ szép kártyát. Csütörtökön jár le a kamarai tagdíjak befizetésének határideje. A hozzájárulást 2012 óta kell fizetni a gazdálkodó szervezeteknek. Évente 5.000 forint a díj. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak nem 30.000 vállalkozást érint a határidő. Azok, akik késnek a fizetéssel, duplán fizethetnek. A NAV végrehajtási eljárásban szedi be majd tőlük az összeg kétszeresét. Készül az uborka konzerv Mária Pócson. A dolgozókat nem érinti, de a céget igen, hogy befizessék az éves kamarai tagdíjat. Március 31-én jár le a határidő. A befizetendő összeg a vállalkozás mértékétől független, mindenkinek egységesen 5000 forint. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 30000 szervezetet érint. Ez nem keletkeztet kamarai tagságot, tehát az önkéntes kamarai tagoknak külön tagdíj van és külön egy önkéntes kamarai tagságot meghatározó nyomtatványt kell kitölteni. Azzal keverik nagyon sokszor össze a gazdálkodó szervezetek, hogy adatszolgáltatást 2012-ben kellett teljesíteni, és ezt csak akkor kell megismételni, hogyha az adataikban bármilyen jellegű változás történik, azt viszont 5 napon belül teljesíteni kell. Így néz ki a kamara folyóirata az üzleti hét. A szervezet az 5000 forintért cserébe különböző tájékoztató előadásokat tart, figyeli a pályázatokat, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosít a tagok számára. Ezeken túl térítésmentesen kérhetnek gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást is a vállalkozók. Azokra az eseményekre nagyon sokan eljönnek, ami adózási, társadalombiztosítási, munkavédelmi, munkajogi, fogyasztóvédelmi kérdésekben, környezetvédelmi termékdíjról tartunk előadást, tehát ami a gazdálkodás
gazdálkodásuknak a pénzügyi helyzetét, illetve a pénzügyi pénzmozgásokat befolyásolja. Abban az esetben, ami már az üzleti partner közvetítést, külföldi kapcsolatépítést érint, oda kevesebben jönnek el. Tavaly az érintettek körülbelül 75%-a fizette be a tagdíjat a megyében. Az elmaradt befizetés köztartozásnak minősül, így az végrehajtási eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerül. A tavalyi tartozások után a behajtás már megkezdődött. Eddig 800 eljárást indítottak el, ennek a fele már befejeződött. Ők a tagdíj dupláját, tehát 10 000 forintot fizetnek majd. Volt is, meg nem is oktatási sztrájk ma Nyíregyházán. Egy intézmény jelentkezett hivatalosan a szervezőknél, egy művészeti magániskola, de ott nem volt senki. Az Rényiben viszont 24 tanár és mintegy 100 diák csatlakozott a pedagógusok úgynevezett engedetlenségi akciójához. Ott a tanárok nem nyilatkoztak, beszéltek viszont a diákok és a szülők. Szerintük változtatni kell az oktatási rendszeren. Sok diák az ellenállás szimbólumává vált kockás inkben tiltakozott a jelenlegi oktatási rendszer ellen a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium előtt. Országszerte több tucat iskolában szünetelt az oktatás ma reggel 8 órától 9 óráig. Ebből a nyíregyházi középiskolából mintegy 100 diák vett részt a sztrájkon. Ők azt mondták, a tanárok és a tanulók egyaránt leterheltek, ezen szeretnének változtatni. Igazából a tanárok mellett mi is le vagyunk terhelve, ugyanúgy sok óránk van. Hát sokat kell tanulnunk minden nap, minimum nekem például 8 órám, a heti 36 óra. Én magamról mondom, hogy én kb. Már nem bírom ezt. Az egyórás munkabeszüntetést még a március 15-i pedagógus sztrájkon hirdette meg a Tanítanék Mozgalom nevében Pukli István, a fővárosi Teleki Blanka gimnázium igazgatója. Innen az Zrínyi Ilona gimnáziumból 24 tanár csatlakozott a polgári engedetlenségi kezdeményezéshez. Természetesen szerettük volna őket is megkérdezni, hogy miért is csatlakoztak ehhez. De azt mondták, hogy nem szeretnének nyilatkozni, mert így is nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az akción a Magyar Szocialista Párt megyei szervezetétől is részt vettek néhányan. A párt egyébként korábban jelezte, hogy kiáll a sztrájkoló pedagógusok és diákok mellett. Voltak, akik meleg teával kínálták a sztrájkolókat, ezzel is kifejezve együttérzésüket. Az iskola előtt civilek is megjelentek, akik az iskolákat fenntartó klikket bírálták. Ezzel a klikkel pedig centralizálták az egész iskolarendszert, és nem tudja a gyerek se, a tanár se, a szülő se, hogy mit csinál jón ahhoz, hogy a gyereke egy élhetőbb, jobb világot a tudás ugye reményébe meg tudja valósítani álmait. Azok a diákok, akik nem sztrájkoltak, de tanár nélkül maradtak a munkabeszüntetés idejére, az iskola tornatermében egy diáktársuk kisfilmjét nézték meg. Támogatta a pedagógusok mai akcióját az MSZP. Halmi József, a párt megyei alelnöke azt mondta, ez az első társadalmi csoport, aki nem fizetés emelésért fogott össze, hanem a központosítás megszüntetését szeretné. Szerinte az akcióban résztvevő tanárok összefogásból mutattak példát reggel. Pedagógusok bebizonyították, hogy társadalmi csoportok érdekében össze tudnak fogni és tudnak harcolni. Ma támadják őket, hogy mennyi pénzt adtak nekik. Igen, de duplájára emelték a munkaidejüket, de ők nem csak magukért harcolnak, hanem ők szeretnék azt megmutatni a kormánynak, a Fidesz-KDNP-nek, hogy össze tudnak fogni és hangosan tudnak kiabálni egy rossz oktatási rendszer miatt. A pedagógusok akciója adott témát a Jobbiknak is Nyíregyházán. Kérdőíveken kérdezné meg a Jobbik a megyében élőket oktatásról és egészségügyről. Erről beszélt Lengyel Máté, a megyei egyes számú választókerület elnöke. A politikus azt mondta, hogy a nemzeti konzultációkhoz hasonló akcióban mindenki véleményére számítanak. Oktatásügyben pedig arról beszélt Lengyel Máté, hogy helyreslik a klik megszüntetését, sőt az önkormányzatoknak, ha akarják, vissza kell adni az iskolák fenntartását. A kormánynak, illetve az államnak a fenntartása, vagy hát az oktatásban lévő szerepe, például a kis településeken, a falvakban, ott szükséges, hogy az állam részt vegyen, viszont például a megyeszékhelyeken, vagy a nagyobb városokban, ahol jól működik a közoktatás, ott ki kell vonulni az államnak, és az önkormányzatoknak kell visszaadni az intézmények működtetését.
Már csak egy napjuk maradt a társasházaknak arra, hogy kidolgozzák az úgynevezett tűzvédelmi szabályzatot. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel zárt az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese Budapesten a Kislenke kosársulit verte 177-re. Az NKS a második helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában, így a legjobb négy közé jutásért a nyugaton harmadik Tatabányával vívnak két nyert meccsig tartó párharcot a nyíregyháziak. Győztek az éllovasok, innen változott a helyzet a labdarúgó megyei első osztályú tabella felső régiójában. Az Ibrány továbbra is 9 ponttal vezet a Szakoly és a Nagyecsed előtt, igaz utóbbi csapat egy meccsel kevesebbet játszott, mint riválisai. Akár milliós kár is lehet abban a nyíregyházi házban, ahol kedden délután leégett a pince. A tulajdonos egy hősugárzót kapcsolt be, ám az túl melegedett, ez okozta a tüzet. Ő kezdett el oltani, de mivel maszkja nem volt, füstmérgezés szenvedett, reggel hazaengedték a kórházból, így el tudta mesélni, mi történt. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tevékenység irányítási központ, ide ritkán engednek be televíziós stábokat, itt fogadják a segélyhívásokat. Ide érkezett be tegnap délután az a hívás 3:45 körül, amelyben jelezték, hogy Nyíregyházán a Fecske utcán egy pincében tűz ütött ki. Ezek a felvételek a tűzesetnél készültek, a nyíregyházi tűzoltók több autóval érkeztek a helyszínre, hogy minél hamarabb eloltsák a tüzet. Egy pince égett, a nehézséget az okozta, hogy gázpalackok is voltak az épületben. Nem terjedt tovább a ház többi területére a tűz, illetve több gázpalackot kihoztak a kollégáim. Ezek nem robbantak, illetve nem gyulladtak ki a tűz során, viszont túl voltak hevülve. És ide csatlakozik be a palack, aztán biztosítópántok, nyomvalkasztópánt, panoráma üveges. Így néz ki egy tűzoltó maszk. Ilyen eszköze nem volt a tulajnak, ezért segítettek rajta a mentők. Első bejelentés alapján elvileg nem volt sérültje ennek a lakástűznek, de aztán végül is az oltásban résztvevő egyik személynek füstmérgezéses, füstinhalációs, belélegzéses állapotban észlelték őt az esetkocsi személyzete. Ellátását követően ők beszállították a megyei kórház sürgősségi osztályára ezt a füstmérgezett szemét. A házigazdát ma kora hajnalban hazaengedték a kórházból. Ő mesélte el, hogy mi történt. Hazértem a kertből, mint a meccés után, és van egy ilyen légbefúgó. Tehát egy limetál légbefúgó, és azt ott kettes fokozatra állítottam. Mire lejövök, mondom, mert meleg lesz. Későn jöttem, addig van a láng jött kifele. Tehát az a hősugárzó, ez a termó, jöttem akármi, meg kell tudom konnektúrni, nyomja, és az túl melegedett, természetesen minden meggyújt körülötte, és akkor szépen elkezdett terjedni. Szerszámok, motorok, elektromos bicikli, fűnyíró. Ezek is bent égtek a pincében, a tulajdonos szerint akár milliós is lehet a kár. Jelenleg az oltás miatt, vizes és a tűz miatt kormos pincébe várják majd a biztosító társaság szakembereit a házigazdák. Maradjunk még a tüzeknél, már csak egy napjuk van a három szintnél magasabb társasházaknak arra, hogy kidolgozzák saját tűzvédelmi szabályzatukat. Erre azért van szükség, mert egyre több a lakás tűz. A rendeletben a folyosók használatát is szabályozzák, valamint új karbantartási feladatokat is bevezetnek. A katasztrófavédelem szakemberei április 1-től ellenőrzik a rendszert. Csak Nyíregyházán mintegy 7500 társasházi lakást érint a rendelkezés. Szabályozni kell többek között az épületre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, ami lényegesebb szabályokat felsorolásszerűen, a tűzjelzésre vonatkozó rendelkezéseket, az épületben a tárolásra vonatkozó rendelkezéseket, az épületben található tüzelő és fűtőberendezések, illetve elektromos berendezésekre vonatkozó használati szabályokat, a tűzoltási felvonási területre vonatkozó szabályokat, az épületben található tűzoltásra és egyéb tűzvédelmi berendezésre vonatkozó előírásokat, illetve a tűzjelzésre
jelzi a tűzoltó készülékek felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat. Erre azon szükség, mert ellenőrzéseink során több esetben tapasztaltunk olyanokat, hogy lakóknak nincs tudomása ezeknek a használati szabályoknak az ismertetéséről, nem ismerik ezeket a szabályokat, és emiatt nem is tartják be természetesen. Győzelemmel zárt az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese Budapesten a Kislenke kosársulit verte 177-re. Az NKS a második helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában, így a legjobb négy közé jutásért a nyugaton harmadik Tatabányával vívnak két nyert meccsig tartó párharcot a nyíregyháziak. Az alapszakasz utolsó fordulójában az utolsó helyen álló Kislenke kosársuli otthonában léptek pályára a nyíregyháziak, így egyértelműen a vendégek voltak a mérkőzés esélyesei. A találkozón érvényesült is a papírforma, már az első negyedben 16 pontos előnyt szerzett az NKS, amelyet a második 10 percben újabb 6 ponttal toldott meg Farkasinszky Gyuláni együttese. Az edzőnő a folytatásban a máskor kevesebb lehetőséghez jutó fiatalokat is pályára küldte, de ez az eredményen nem látszott meg. A harmadik negyedet plusz 7-tel, a negyediket mínusz 6-tal zárták a vendégek, akik végül 23 pontos sikerrel távoztak a fővárosból. A Kislenke ugye azért a bajnok, tehát a bajnokságnak az egyik talán leggyengébb játékelőt képviselő csapata, hogy ez alapvetően nem is olyan nagy gond és probléma, hogy utánpótláskorú játékosok alkotják zövében ezt a csapatot, tehát főleg juniorok, meg egy pár idősebb, aki kiöregedett már a juniorkorban, tehát nekünk elméletileg ugye nem ez a mérkőzés volt az, ami mérvadónak kellett, hogy lennie. Ez tökéletesen jó volt arra, hogy azokat a dolgokat, amit eddig gyakoroltunk, azok megpróbálják megcsinálni, és hogy kaptak olyan játékosok is több játékidőt, akik eddig kevesebbet játszottak, értem ez alatt a két serdülőkorú játékosunkat, akik azért több mint 10 percet tudtak így a pályán eltölteni, és megmondom őszintén, hogy kellemes csalódást okoztak, hogy ebben a közegben is meg tudták állni a helyüket. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest végzett 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 14 győzelme mellett 4 vereséget szenvedő nyíregyházi kosársulit. A legjobb négy közé jutásért az a Tatabánya lesz az NKS ellenfele, amely a nyugati csoport utolsó fordulójában a Tatától elszenvedett meglepetés vereségét követően csúszott le a harmadik helyre. Az, hogy a mi számunkra ez most mennyire jó, vagy mennyire nem jó, ezt majd a következő mérkőzések eldöntik. Olyan szempontból talán, hogy nem az a nagyon futós, nagyon pörgős társaság, talán abban a szempontból jobb. Viszont ha azt nézzük, hogy ezek már mind átmegjárt játékosok, és ugye rutinnal felvértezve jönnek ide, és ugye olyan a technikai és a taktikai repertoárjuk, amit mi nem biztos, hogy a fiatalokkal meg fogunk tudni oldani, így nem tudom, tehát egy ilyen kettősség van bennem minden szempontból, meglátjuk. A negyeddöntő két nyert meccsig tart, az első mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik Nyíregyházán, a Szent Imre gimnázium csarnokában. Győztek az Éllovasok, így nem változott a helyzet a labdarúgó megyei első osztályú tabella felső régiójában. Az Ébrány továbbra is 9 ponttal vezet a Szakoly és a Nagyecsed előtt, igaz utóbbi csapat egy meccsel kevesebbet játszott, mint riválisai. Nem hozott meglepetést a megyei első osztály 20. fordulója, a meccsek többségén győztek az esélyesebb csapatok. Az Ibrány 2-1-re verte a Tuzsért, a Nyírgyulaj a Kemecsét lépte le 6-1-re, a Baktolórendház a Máté Szalkánál bizonyult jobbnak 4-1-re. A Szakoly Sényőről távozott 2-1-es sikerrel, míg a Tiszakanyár Nagyhalász és a Tiszavasvári Fehérgyarmat találkozó egyaránt gól nélküli döntetlennel végződött. A Nagyecsed Gyulaháza mérkőzés a hazaiak 4-0-ás győzelmével zárult. Addig volt kérdés, és igazság szerint az eredmény, mikor rúgjuk az első gólt. Ugye ez a 68. percben történt, tehát annyira azért nem volt egyértelmű, de utána, hogy átestünk a holdponton, nagyon magabiztos győzelmet arattunk. Mivel a bajnokságtól visszalépő Tiszalok eredményeit törölték, nem minden csapatneve mellett szerepel ugyanannyi mérkőzés. A tabellát az Ibrány vezeti 44 ponttal, megelőzve az egyaránt 35 pontos Szakolyt és Nagyecsedet. A 32 pontos Nyírgyulajt, a 30 pontos Sényűt és a 27 pontos Tuzsért egyaránt 3-26 pontos csapat, a Máté Szalka, a Mándok, valamint a Fehérgyarmat követi. A Tiszakanyárnak 25, a Baktalórendházának 23, a Tiszavasvárinak pedig 22 pontja van. Az utolsó három helyet a 15 pontos Gyulaháza, a 13 pontos Kemecse és a 10 pontos Nagyhalász foglalja el. A 21. forduló párosítása a következő: Máté Szalka Ibrány, Tuzsér Sényű, Kemecse Nagyecsed, Tiszakanyár Nyírgyulaj, Nagyhalász Szakoly, Gyulaháza Tiszavasvári és Fehérgyarmat Mándok.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Töretlen a népszerűsége a szépkártyának, ezt mutatják a számok. Több mint 20%-kal nőtt a szépkártya feltöltés, ám a költésnél ennél is dinamikusabb a növekedés. Az idei év első két hónapjában 10,4 milliárd forintot regisztráltak. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 26%-os növekedés. Volt is, meg nem is oktatási sztrájk ma Nyíregyházán. Egy intézmény jelentkezett hivatalosan a szervezőknél, egy művészeti magániskola, de ott nem volt senki. Az Rényiben viszont 24 tanár és mintegy 100 diák csatlakozott a pedagógusok úgynevezett engedetlenségi akciójához. Ott a tanárok nem nyilatkoztak, beszéltek viszont a diákok és a szülők. Szerintük változtatni kell az oktatási rendszeren. Akár milliós kár is lehet abban a nyíregyházi házban, ahol kedden délután leégett a pince. A tulajdonos egy hősugárzót kapcsolt be, ám az túlmelegedett, ez okozta a tüzet. Ő kezdett el oltani, de mivel maszkja nem volt, füstmérgezés szenvedett. Reggel hazaengedték a kórházból, így el tudta mesélni, mi történt. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 30-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, addig is tudósításainkat, műsorainkat újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Front egyelőre nem ér el bennünket. Délnyugat felől egyre enyhébb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, tovább erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel felhős idő valószínű, majd az éjszaka második felétől többnyire gyengén felhős idő várható. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben gomoly felhő és napos idő várható. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. A pénteki igen enyhe idő után a hétvégére egy hideg front 5-6 fokos lehűlést hoz, de a hőmérséklet nem csökken a sok hívi átlag alá. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés minden nap várható. Ha néhol előfordul is zápor, az ország túlnyomó részén nem valószínű számottevő mennyiségű csapadék.